baromság teljesen egyértelmű, hogy hova megyünk, ha kis vagy nagy dolgunkat szeretnék intézni. A WC kényelmes megoldást nyújt a mindenkit érintő kényes problémákra. De vajon ki és mikor találta ki az első angol WC-t? Mióta létezik WC-papír és mivel törölték ki előtte? Ezekre a kényes kérdésekre keresünk ma választ. Tartsatok velem! A világ bármelyik pontján legyünk, az emberben mindig felmerül az a kérdés, hogy egy jó evés, egy jó ivás után hova menjünk, hogy megszabaduljunk a végtermékünktől. Na most ma már nagyon egyszerű erre a kérdés, elmegyek a WC-re, viszont a United Nations felmérése szerint ma még mindig 3,6 milliárd olyan ember él a világon, akinek ez nem teljesen ilyen egyértelmű, vagy azért, mert nem elérhető nála a WC, vagy pedig nagyon primitív módszerekhez kell folyamodnia ahhoz, hogy könnyíteni tudjon magán. Felkeltésképpen november 19-e lett a Nemzetközi WC-nap. Na de nézzük meg, hogy az ókorban hogyan is zajlott ez a folyamat, és kiknek köszönhetjük az első WC-ket. A legrégebbi WC-ket a suméroknak tulajdonítjuk. A régészeti leletek szerint már Krisztus előtt 3500 és 3000 között is léteztek olyan ülőalkalmatosságok, amelyeknek a közepén egy luk volt, erre ráülve pedig, hát úgymond a mai modern WC elődjének tekinthetjük őket. Ezek általában fával vagy kővel voltak burkolva, és semmi olyan alkalmatosság nem volt mellé, amivel mondjuk vízzel le lehetett volna öblíteni, vagy el lett volna vezetve csatornázás formájában, úgyhogy a felgyülemlett végterméket később manuális munkával onnan ki kellett takarítani, kicsit meg kellett locsolni, és utána az ember megint ráülhetett és trónolhatott. Hasonlóak voltak a WC-k az ókori Egyiptomban is, amely az ókori egyiptomiak sok mindenben nagyon előre jártak. A higiéni és a WC használat nem tartozott ezek közé. Ott is kezdetleges luk fölé guggolás és a homokba való eresztés volt a vége, amit szintén manuálisan kellett onnan elvinni és elásni valahol máshol. Ezek a WC-k általában közösségi WC-k voltak, ami pontosan azt jelenti, amire most te is gondolsz, nem egyéni, mindenki a saját kis nyugalmában és békében ül, trónol és végez, amikor végez, hanem mint egy közösségi tér, közösen ültök és közben beszélgettek és végzitek a dolgotokat. A személyes WC-k azok inkább csak a nemesi, gazdag családoknál fordulhattak elő, de az sem volt minden háztartásban. A közösségi WC is inkább csak az akkori nagyvárosokban volt elterjedt, és ahogy említettem, vízelvezetés vagy bármiféle csatornázás nem jött létre ekkor. Ehhez egészen a rómaiakig kell visszamenni. Ezeket latrinának hívjuk, ezt a latin szót a mai napig használjuk, és beleívódott a nyelvünkbe. Ezek a közösségi latrinák akár 50-60 embert is ki tudtak szolgálni egyszerre. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen négyzet alakban végig ilyen ülő alkalmatosságok, WC-k voltak, amin ült 50-60 ember egyszerre, beszélgettek, elvoltak és közben végezték a dolgokat. Ezt ma már nagyon-nagyon nehezen lehet elképzelni, hiszen most már teljesen máshogy tekintünk arra, hogy éppen mit csinálunk, és higiéni okokból nem is szeretnénk egymás hegyén hátán ülni, de az ókorban ez teljesen normális volt. Viszont felmerülhet a kérdés, hogy ha már a WC-t és annak fapados, vagy inkább kőpados elődjét már az ókorban kitalálták, akkor valószínűleg volt megoldás a WC-papírra is. És a válasz nem teljesen ennyire egyértelmű. Rengetegféle anyagot használtak a fenék törlésére, mindenféle levéltől, állati bőr, szőr, akár a mohán keresztül bármi, viszont az ókori rómaiaknál megjelent a szilospongium, ami nem volt más, mint egy botra feltűzött tengeri szivacs, és az ilyen közösségi latrinák kellős közepén, egy dézsába állítva ott volt ez a szilospongium, amivel közösségi módon mindenki kitörölte magának. Igen, nem volt egy túl higiénikus megoldás, viszont ezt a szivacsot is mosták néha napján. Ebben a dézsában állhatott sima víz, sós víz, vagy pedig ecetes víz, ami fertőtlenítésképpen szolgált, de hogy is mondjam, szerintem most mindenki egy kicsit fintorogott magában, hogy 50-60 ember ugyanazzal az egy botra tűzött szivacsal törli ki a fenekét. Érdekesség, hogy ez a szilospongiumhoz, amit valószínűleg rosszul ejtek ki, bocsánat, egy haláleset is köthető. Seneca így ír az egyik episztolájában egy gladiátorról, aki öngyilkosságot követett el ezzel az alkalmatossággal. Egy vadállatok
a Dolgozó Gladiátor Akadémián egy germán gladiátor kikérezkedett a mosdóba, hogy könnyítsen magán, hiszen ez volt az egyetlen hely, ahová őr nélkül is mehetett. Mikor odaért, megfogta a botra felszúrt szivacsot, és botostul mindenestül ledugta a torkán, melytől megfulladt. Micsoda bátor ember. Megérdemelte volna, hogy megválassza a saját sorsát. A szivacsokon kívül, ahogy említettem, használhattak bármi más, ami épp az ember kezügyébe kerülhetett, állati szőrt, mohát, leveleket, vagy éppen pesszolyt is, ami nem volt más, mint cserépdarab. Az ókori görögöknél például ezeket a cserépdarabokat is használták a fenék törlésére, és ezeknek az elődei nem voltak mások, mint az osztrakonok, ami gimnáziumból ismerős lehetett, az osztracizmus, hogyha valakinek rémlik, hogy ilyen kis cserépdarabokra felírták azoknak a nevét, akik száműzni akartak a városból, és megszavazták, aki a legtöbb szavazatot kapta, az is engedelmével mehetett is, és általában ezeket az osztrakonokat később kidobálták, mert semmire nem voltak jók. Újra felhasználásra pedig a nyilvános latinákban lehetett őket felhasználni, és ennek volt egy ilyen pszichológiai háttér is, hiszen ha felírtad az ellenséged nevét, és utána kidörölted bele a seggedet, az egy kicsit ilyen jó kis szembeköpése lehetett a másiknak. Rengeteg olyan pesszolyt találtak, ami később vizsgálatok során kiderült, hogy ürülékmaradványokat tartalmaz, tehát arra a következtetésre jutottak az archeológusok, hogy valószínűleg a WC-k közelében alkalmazták őket. És ez annyira elterjedt volt, hogy egy görög axióma is fennmaradt erről, ami úgy szól, hogy 3 pesszó is elég a fenék törléséhez, azaz ne herdáljuk a WC-papírt, 3 szelet kellő mennyiségű tisztaságot biztosít. Herkulánum feltárásakor találtak anyagdarabokat is, ilyen latrinák mellett, viszont kérdéses, hogy mennyire használhattak anyag alapú WC papírt, hiszen ekkor mindenféle ruhanyag kézzel készült hosszú munkával, és elég luxus lett volna, még hogyha rongyos darabról is beszélünk, elég nagy luxus lett volna azzal feneket törölni. Úgyhogy lehetséges, hogy bizonyos nemesi vagy gazdag otthonokban előfordulhatott, de ez nem volt teljesen egyértelmű. Viszont nem csak a rómaiak használtak ilyen bot jellegű WC papírt, hanem az ókori kínaiak is. Ők bambuszból vagy másféle fából ilyen spatula alakban vájták ki, és anyagdarabot tekertek a végére, és mint egy ilyen kanalas spatulázós mozdulattal távolították el a szennyezést a végfelükről. Ilyen kanalakat találtak például az ókori kínai Han dinasztia idejéből, viszont a kínaiak már a másik században ismerték a papírt és használták is, viszont egészen a 6. századig kellett várni, míg Kínában a papírt, mint WC papír használják, és ekkor sem közösségi felhasználásra, az a kevés gyártott darab, amit készítettek, az inkább szintén csak a nemesi családokat és a császári családot szolgálta ki. A 14. században viszont már évi 10 000 tekercs WC papír gyártottak le, mely elsősorban a már említett gazdag nemesi és császári családnak történt, viszont a 15. századra már széles körben elérhető volt a WC papír. Viszont a 15. században, ekkor Európában még nem hogy a WC papír, de még a WC fogalma is majdhogy nem ismeretlen volt. A Római Birodalom bukásával együtt a latrina használat és a különböző higiéniai megoldások valahogy eltűntek az európai kultúrkörből, és majdhogy nem kezdhetük az egészet előről. A középkori ember éjjeli edényt használt, amit oda ürített, ahova csak tudott, sőt a vidéki, paraszti rétegeknél inkább csak ez a klasszikus, ami még mai napig fönnmarad amúgy több helyen, ez az árkotások, pottyantok, kimegyek a bokorhoz, kimegyek a földhöz megoldás vált népszerűvé, az éjjeli edényeket pedig az akkor kialakuló nagyobb városokban pedig oda öntötték, ahova csak tudták, szó szerint. Ezzel viszont rengeteg fertőzést és betegséget is benyeltek az emberek, hiszen ez a kiöntött maradék, ez nem volt mondjuk csatornába öntve, nem volt vízelvezeték, nem mosták le sehol, egyszerűen csak megvárták, míg mondjuk jön egy kevés eső, és oda mossa, hova csak tudja. Ami viszont érdekes, hogy a várakba installáltak pottyantóshoz hasonló WC kezdeményezéseket. Bizonyos várak oldalán láthatunk egy ilyen oldalsó kiszögellést, ami kicsit olyan, mint hogy egy befejezetlen falrészlet lenne. Hát az nem más, mint a WC. Ugyanis ebben a kiszögellésben legfelül helyet kapott egy fa, a közepén egy lukkal, amire ráült az ember, végezte a dolgát, és a vár oldalán ez szépen leesett, vagy bele a vízesárokba, vagy pedig a vár oldalához.
ezt időközönként eltalicskáztak onnan, hiszen az ürülék az alkalmatos például a földekre trágyázásnak, viszont volt olyan, hogy az ott maradt, fölhalmozódott, és szintén rengetegféle betegség melegágyává vált. Viszont ezek a kiszögellések a vár oldalain támadáskor célpontok voltak, hiszen ezek nem védett gyenge pontjai voltak a várnak, és például 1204-ben történt egy olyan eset, ahol a vécén keresztül felmászva foglaltak el egy várat, ez pedig nem volt más, mint a Normandia határában lévő Château Gaillard, amit egyrészt úgy sikerült elfoglalni a francia katonáknak, hogy ezeken a lukakon, amiket garderobnak hívunk, fölmásztak, és hát ehhez gyomor kellett, mert mégiscsak csapódik valamilyen várfalára. Fölmásztak, és azon keresztül tudtak bejutni a várba, és folytatni annak elfoglalását. Később, ugyanebben a várban, utána ilyen kis fém ajtókat csatoltak ezekhez a garderobokhoz, attól félvén, hogy esetleg legközelebb is így fogják elfoglalni mások a várat. Ahogy teltek az évszázadok itt Európában, nem látszott javulni a helyzet a WC-k és a higiénia terén, és ez például elmondható volt Európa egyik legszebb kastélyára, a Versailles kastélyra is, mely a leírások szerint 14. Lajos idejében elképesztően büdös volt. Tudni illik, a Versailles kastély hatalmas, viszont egyetlen egy darab WC volt benne, az is fenn volt tartva magának a királynak, feleségének és a közös gyereküknek, a Dauphinnek. Mindenki más pedig úgy oldotta meg, ahogy ezt meg tudta oldani. És voltak olyan események, estélyek, ahol egyszerre akár 2000 vendég is részt vehetett, és ahogy mondtam, összesen egyetlen egy darab WC állt mindenki rendelkezésére. És természetesen a király WC-t hát nem használhatja akárki. Úgyhogy voltak olyanok, akik kint a kertben könnyítettek munkon, voltak, akik kértek éjjeli edényt, és voltak, akik lefizettek szolgákat, hogy mégiscsak mutassák meg, hogy hol az a hely, ahova a király is egyedül járt, mert ők is szeretnének magukon könnyíteni. És mielőtt megkérdezné valaki, hogy de azokban a nagy ruhákban mégis hogy tudtak WC-re menni? Mert a fiúknak egyértelmű. Az mindig is egyértelmű volt. De a lányoknak? Azokban a nagy, fodros, krinolinos, több réteges ruhában ezt hogy sikerült? Na már most a krinolin az nem egy nagyon merev dolog, eléggé rugalmas. És háromféleképpen tudtam a nőjök ezekben a nagy ruhában WC-re menni. Az egyik nem volt más, mint hogy hátul felemelik az egész krinolin szoknyástól, a falnak támaszkodnak és egy picit legugolnak, hát egy erősebb squat mondhatni. A másik megoldás, hogy előlemelik fel a szoknyaikat, és amikor nem éjjeli edényt használtak, akkor ez az úgynevezett székes megoldás, úgy képzeljétek el, mint egy szék, aminek a közepe lukas. Erre ültek rá, szemből. Nem úgy, ahogy most ülsz a WC-n, hanem szemből felhúzott ruhával. Harmadik megoldás pedig az volt, hogy fogtad az éjjeli edényt az egyik kezedbe, a szoknyádat a másikba, magad alá nyúlsz, és semmi az, hogy nem megy mellé. Versailles-ban a helyzet akkor változott, mikor több külföldi nagykövet is érkezett a királyhoz, és mindig arról számolt be, hogy hát itt biza eléggé büdös van. És akkor 14. Lajos elrendelte, hogy heti szinten takarítsák a folyosókat, közös helyiségeket, és főleg azokat a részeket, ahol úgy látják, hogy esetleg a vendégek oda piszkítottak. Ezen kívül a kintről ültetett narancsfákból is hoztak be egy párat a kastélyon belülre, és hát ilyen nagy cserepes vázás megoldásokban bentre is ültettek egy párat, hogy a narancsvirágnak az illata elfedje a kellemetlen szagokat. Felmerülhet a kérdés, hogy ami ma mindenki háztartásában megtalálható modern WC, az vajon mikor is lett föltalálva és ki által? Ezt 1596-ban Sir John Harrington találta ki, aki ugyanúgy szeretett volna egy higiénikusabb és kényelmesebb megoldást biztosítani egy olyan problémára, ami minden embert érint, napjában többször is, és feltalálta a mai modern WC elődjét. Érdekes megjegyezni, hogy Sir John Harringtonnak a mairől leszármazottja, az nem más, mint Kit Harington színész, aki Jon Snow-t játsza a Trónok harcában. Viszont Sir John egyetlen egy dolgot nem tudott megoldani az ő WC prototípusával, ez pedig a szag probléma. Erre még várni kellett egészen a 19. századig, hiszen Sir John találmánya, habár egy jó megoldás volt egy mindennapi problémára, elfelejtődött és széles körben nem lett használva. Viszont a 19. században Alexander Cummings ezt az ötletet vette alapul, és megalkotta az ő változatát, ami most már tényleg a mai modern angol WC prototípusának nevezhető,
hiszen ő megtalálta a megoldást arra a gondra, hogy hogyan lehet a szagoktól megszabadulni, és ez pedig a csőrendszerben keresendő, megalkotott egy olyan csőrendszert, amelyen keresztül a víz leviszi a maradékokat, így elmegy a szag, nem dugul el, és maga a víznek a mennyisége is szabályozható, és íme megszületik a mai modern WC. Viszont azt gondolnánk, hogy ezzel együtt megszületik a mai modern WC papír is. Hát nem is tévedhetnétek, ennél nagyobbat. A WC az szó szerint 1775-re tehető, tehát 18. század később 19. század fordulójára, viszont a mai modern WC papír csak 1875-ben jelenik meg, tehát igazából majdnem nem 100 évvel későbbre tehető. Így hát felmerül a kérdés, hogy hát akkor mégis mit használtak az emberek törlésre? Hát nem más, mint magazint, újságot, vidéken lapulevelet és minden egyebet, ami eléri az ember kezét. És Amerikában feljegyezték, hogy az amerikai vidéken kukoricacsutkával törölték az emberek az alfülüket. Nem mondom, egészen fájdalmas élmény lehetett, nem próbáltam, de nem is nagyon szeretném. Viszont 1890-ben megjelent az első perforált WC-papír, és az 1930-as években pedig a mai modern formájában a több rétegű, puha, perforált, tekercses WC-papír. Ahogy nőtt a népesség a nagyvárosokban, egyre több embernek kellett egyre több WC-t létrehozni, és megnőtt az igény arra, hogy városon belül ne csak a saját házában legyen az embernek WC-je, hanem köztereken is. Ma már teljesen egyértelmű, hogyha bemegyek egy plázába, egy buszpályaudvarra, egy étterembe, akkor ott lesz egy WC. Nem is csak nyilvános WC, külön női, külön férfi WC, viszont ez az 1900-as és az 1800-as években nem volt ennyire egyértelmű. Mert hogy előtte a férfiak ott könnyítettek magukon, ahol éppen tudtak, a nők viszont nem. Mert hogy a nőket kötötte az úgynevezett urinary leash, azaz könnyítési póráz, hogy nagyon szabadosan fordítsam, ami azt jelentette, hogy a férfiak gyakorlatilag bárhol mentek, bárhol tudtak magukon könnyíteni, de a nőknek ez nem volt ennyire egyértelmű, vagy ennyire kényelmes, ennyire higiénikus, vagy éppen elegáns, ezért ők viszonylag ritkán mozdultak ki a házból, akkor is olyan helyekre mentek, ahol tudták, hogy van WC, tehát családhoz, barátokhoz, esetleg olyan épületekben, mint például egy színház, ahol tudták, hogy ott már installálva van mosdó a számukra. És ez nagyon megnehezítette a nők dolgát, hiszen ők is szerettek volna napközben mosdót használni. És ez azért történt, mert alapvetően is kevés volt a nyilvános WC a városokban, és az a kevés is inkább férfiak számára lett kialakítva. Ez változott valamelyest az 1851-es londoni világkiállításon, ahol megjelent az első nyilvános WC prototípusa, ami egy WC-ből és egy kézmosásra alkalmas mosdóból áll, ezt pénzért igénybe lehetett venni, és hihetetlen több mint 870 ezer ember vette igénybe a világkiállítás alatt ezt a nyilvános WC-t, ami kellő visszajelzés volt azzal kapcsolatban, hogy erre igenis van társadalmi igény. A nyilvános WC bemutatásának sikere után viszont megszületett nem sokkal a Ladies Sanitary Association, amely azért kampányolt, hogy több női nyilvános WC is létrejöjjön, hiszen ahogy említettem, ez a kevés is, főleg férfiaknak szólt, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen álló WC, ami az első feledet takarja, hátul pedig semmi, és ugye férfiaknak könnyű volt üríteni, viszont ugye a nőknek sokkal nagyobb hely, már csak a ruhák miatt is sokkal nagyobb hely volt szükséges, és valami olyan, ami teljesen zárt, és erkölcsileg megfelelő. És a Ladies Sanitary Association után nem sokkal megjelent a Union of Women's Liberal and Radical Association is, ami viszont a dolgozó nőknek a WC-hez való jogáért küzdött, mert hogy ugyan gazdag, nemesi asszonyok ekkor nem mentek el dolgozni, és hogy mondtam, viszonylag ritkábban is hagyták el a lakást, viszont azok a nők, akik a munkásosztályhoz tartoztak, és el kellett menniük dolgozni a gyárba, a szappanfőzőbe, a varrodába, nem volt nekik WC fenntartva. Tehát ma már teljesen egyértelmű, hogy elmegyek a munkahelyemre, és ott van WC. Ez régen abszolút nem volt egyértelmű. És ez a Union of Women Liberal and Radical Association pontosan ezért kampányolt, hogy a dolgozó nőknek is igenis legyen WC. Viszont azt hinni az ember, hogy ez teljesen logikus, ez teljesen valid dolog, ez majd így létrejön. Ha! Ellenállásba ütközött a női WC-k
női nyilvános vécék, hogy pontosítsak, létrehozása. Mert hogy a női vécé a férfi vécé mellett kapott volna helyet, viszont rengeteg férfi tüntetett ez ellen, hiszen úgy gondolták, hogy ez nem túl erkölcsös. És ezért még jó pár évet kellett várni, míg tömegesen feltűnnek a női nyilvános vécék, méghozzá az első világháború utánig. Mert hogy az 1900-as évek elején elindul a szűfrazsett mozgalom, ugye a mai feminista mozgalom elődje, és kitör az első világháború. Ugyan, míg a férfiak a fronton vannak, az ő munkáikat a gyárokban a nők veszik át. És hát el kell menni ott is mosdóba. Viszont csak a férfiaknak volt fenntartva WC, abból is kevés, és oda nem mehettek be a nők, úgyhogy a dolgozó nők szerettek volna öltözőt és női mosdót. Viszont a munkáltatók ezt az igényt nem akarták kiszolgálni, hiszen úgy gondolkodtak, főleg a világháború vége után, amikor a férfiak visszatértek a frontról, viszont a nők nem akarták otthagyni a munkát, hogy ezek a nők csak ellopják a férfiak munkáit, azt sem érdemlik meg, hogy saját vécéjük legyen. Úgyhogy egészen az 1930-as évekig kellett arra várni, hogy tömegesen megjelenjenek a női nyilvános vécék is. Ugye igazából ennyi volt a WC és a WC papír története, szerintem nagyon izgalmas, hogy egy olyan alkalmatosság, ami ma már teljesen egyértelmű a mindennapi életünkhöz szükséges valami, hogyan alakult ki az ókortól egészen a napjainkig, hiszen ma már bele se gondolunk abba, hogy az, hogy van WC papír, ez egy mekkora találmány. Az, hogy rájönök a WC-re, le tudom húzni, az még illatos is, sőt, a fejlett keleten még akár fűtött is az ülőke, meg hangot ad ki, meg csicsereg, meg csobog, meg saját magát tisztítja. Ez nem olyan régen még, nemhogy nem volt egyértelmű, az se volt egyértelmű, hogy egyáltalán el tudjak menni WC-re a város közepén. Úgyhogy írjátok meg a véleményeteket odalent a témával kapcsolatban, és egészítsétek ki, hogyha van valami érdekesség, amit nem mondtam el a videómban. Ha pedig nem szeretnétek lemaradni a többi ilyenről, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!